A márciusi ifjak láng lelkéből táplálkozó népek tavasza új Európába emelte fel hazánkat is. Megszületett a nemzeti dal. A hittel induló szenvedéllyel teli áldást kérő harcokban edződő huszárok békjó nélkül, érzelmi és harci rend nélkül tettek tanúságot hazafiságunkról. Így történt 2012-ben Székesfehérváron. Halljuk a zenét minnyáján, hiszen nem csak a dobban ilyenkor és a zenekarnak az ütem, hanem a szívünk is így ver ilyenkor. És ha nem nézek más körbe, csak lovakon azokat a gyerekeket, akik hámukból fölkennek és huszát rajzolnak, csákot rajzolnak és lovakról álmodnak, és most itt kipróbálhatják mindezt az egészet. Ennél szebb napok nem is igazán kellenek nekünk. A gyermekarcok bizony elképednek, hiszen szemségben alig látható szigorú rend szerint lovagolhatnak. Most nem dübörög a föld, nem csattan a patkó. Hát, mindig is szerettem volna lóra ülni, és az egyik osztálytársam lovagolni jár, és én is akarok járni egyszer majd lovagolni. Nagyon szépek is, és nagyon jó rajtuk lovagolni, meg, és nagyon szépen lépnek meg minden. Ember és társa nagyon is valóságos egységben mozog. Valahogy így volt mindig, nemzedékváltás ide vagy oda. 48 a szabadságharc, azt ünnepeljük. Miért fontos ez az édesanyának? Az állami ünnepek közül nekem ez a legkedvesebb ünnep. Mindig is nagyon szerettem március 15-ét, és egészen idáig, vagy az elmúlt évekig semmiféle politikai dolog nem kapcsolódott hozzá, hanem abszolút érzelmi alapon közelítettem meg. Emelt fel fejedet büszke nép. A lakótelepek árnyékában a tízes huszárok bizonysága azt hordozza, amelyről 166 éve gondolkodik a magyarság köznapi hőseiről.